A jövő héten szerdától szombatig Debrecen ad otthont a junior fiúkosárlabdázó országos döntőjének. A 8-as mezőnyben ott lesz a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia együttese is. Pető Ákos tanítványai magabiztosan jutottak be a fináléba, a felsőházi rájátszásban a Sopron mögött a második helyen zártak Fazekas Csabáék. A csapatedzője elmondta, minimális célként a legjobb 4 közé kerülést tűzték ki, de szeretnének éremmel hazatérni az Oláh Gábor utcai csarnokból. Úgy érzem, hogy a csapat jó formában van, remélem az jövő hétig ki is fog tartani, nem akarjuk túl hamar időzíteni a csúcsformát. Az ellenfeleket tekintve mindenkivel játszottunk, mert ez az újfajta lebonyolításnak ez a sajátossága, hogy úgymond ismeretlen ellenfél nem nagyon jöhet szembe. A célunk egyértelműen 4 közé szeretnénk bekerülni, és ott már bármi lehet, ugyanúgy, mint tavaly a karet korosztályban, ugyanígy indultunk neki, és sikerült éremmel zárni, bízunk ebben idén is. Mokánszki Máté tavaly tagja volt a Debrecenben az üstérmet szerző karet csapatnak. A kosaras abban bízik, hogy a junior döntő még fényesebb érem kerül a játékosok nyakába. Nagyon jó erőben van a csapat, most igaz, teljes létszámmal tudunk menni, mert mindig volt egy sérültünk, vagy Csabi, vagy egy másik srác volt sérült, úgyhogy most teljes csapaterővel tudunk menni, úgyhogy bízzuk a legjobbakat, próbálunk minél jobb eredményt elérni, és megpróbálunk megnyerni. A csapatból többen is rendszeresen szerepelnek a nyíregyházi felnőtt együttesben, köztük Sitku Márton, aki szerint kellő önbizalommal várják a döntőt. Úgy gondolom, hogy jó eséllyel vágtunk neki, mivel a csapat nagyon egyben van. Az ellenfelek ellen minimum 2-szer már játszottunk, ismerjük őket, és úgy gondolom, nincs akitől félnünk kelljen. A nyíregyházi csapat a csoportmeccseken a Budapesti Honvéd, a Szombathelyi Sportiskola és a Vasas Akadémia ellen lép pályára.